Szinte biztos vagyok abban, hogy bennetek is már felmerült az a kérdés, hogy az egy dolog, hogy kapunk 18 pluszos készleteket, ami tényleg egy tök jó irány, amit elindított a LEGO, de miért annyira eszetlen drága készletek jönnek ebben a termékcsaládban? Miért nem tudnak egy kicsivel elfogadhatóbb áru készleteket is kiadni ugyanúgy a 18 pluszos logó alatt? És hát a mai adás pontosan egy ilyen adás lesz, ez a Star Wars-os dioráma készlet ugyanúgy a 18 pluszos cím alatt van, viszont valamilyen szinten azért megfizethetőbb, mint a nagyobb testvérei, ez az építs fel, vágjunk is bele! Mivel erről a termékcsaládról van szó, ezért gondolom annyira nem is meglepő számotokra, hogy egy fekete hátteret kapunk. Endor Speeder Chase a készlet neve, 75-353-as, 608 darabos és 35.000 forintba kerül ez a készlet, és egyébként ez a harmadik részhez köthető, a Jedi visszatérhez. Megfordítván látható, hogy milyen méretei vannak ennek, 28 cm hosszú és 20 cm magas. A csomag egyébként 5 darab számozott zacskót tartalmaz, van 3 base plate-ünk, ami nincsen becsomagolva, és itt van az összerakási útmutató, és nagyon figyeljetek oda, nincsen matrica ebben a készletben, összesen 98 oldalas, és mivel egy 18 pluszos készletről van szó, kapunk háttérinformációt, de még milyen háttérinformációkat, vannak ilyen behind the scenes felvételek, hogy hogyan is jött létre ez az egész kis jelenet, vannak itt sketchek is arról, hogy hogyan nézett ki a jelenet még mielőtt leforgatták volna, és igazából itt van az összeépített verzió is, úgyhogy innenek mindig örülök, tudjátok, hogyha kapunk némi extra információt. Összeépítem, és utána megnézzük, hogy milyen lett. Ebben a készletben összesen 3 darab minifigura található, először is itt van a Scout Trooper, aki az a jellegzetes színeket megkapta, mint általában ez a figura megszokta kapni. Látjátok, még a karja is feketére van színezve, ez a sisak még mindig eszméletlenül jól néz ki, kedvenc sisakom ebben a Star Wars-os univerzumban, és hogyha levesszük róla, akkor látható, hogy az a jól ismert arc köszön vissza. Viszont ebben a készletben 2 darab egyedi minifigura is van, mégpedig egyik Leia hercegnő, aki látjátok megkapta ezt a poncsós megjelenését. Régebben már volt olyan verzió, amikor egy ruhaanyagot adtak poncsóba, hozzá ez a verzió éppen egy printelt verziót kapott, és ebben a készletben mutatkozik be először. A sisakja is nagyon menőn néz ki, és egyébként kettőféle reakciója van, egy nagyon mérges és egy mosolygós, és ugyanúgy, mint az előző minifigura, Luke Skywalkerünknek is a lába és a torzója is egyedileg készült ez a készlethez. Látható, hogy a lábára lelóg ez a kis poncsója, sőt, még az is észrevető, hogy ugye itt már az egyik kezét levágták, és ezért az egyik kezén kesztyű van, míg a másikon simán látható, hogy az a bőrszínű festést kapta, a kezében a szokásos fénykardja, ugyanaz a sisak, és neki is két reakciója van, egy morcos és egy vidáma verzió. Mivel egy diorámáról van szó, ezért természetesen az egész egy keretbe van foglalva, és ez a keret pontosan úgy néz ki, mint a tavaly kiadott ilyen stílusú készletek esetében, de ebben a készletben ugye nincsen matrica, tehát ez az egyedi készítésű 40-es LEGO kocka. Szerintem majd egy idő után sokat fog érni, úgyhogy erre figyeljetek oda. És a másik, hogy ez a kis idézet is, az is bizony printelésre érkezett. Én is értettem, hogy a Indiana Jones-os készletben, nézzétek meg fönt, hogyha még nem láttátok, hogy ott miért matricával kellett ragasztani, a Star Wars-os készletekben látható, itt is printelték, ugyanúgy, mint a tavalyi verzióban, úgyhogy maga ez a kerek szerintem nagyon jól néz ki, és igazából maga a jelenet is, amit bemutat, egészen visszahozza a filmnek a hangulatát, sőt itt updatelt speedereket is kaptunk, hiszen ugye régebben általában, amikor ezt össze kellett építeni, mindig egy sötétebb színű árnyalatú LEGO kockával oldották meg, most ezt a homokbarna színt alkalmazták, ami sokkal jobban visszahozza
a filmnek a hangulatát, és ne tévesszem meg titeket, hogy nagyon hasonlít a kettő egymásra, nem pontosan ugyanúgy néznek ki, sokban nem térnek el, igazából az eleje, igazából a 98%-uk pontosan megegyezik, viszont amin ott van a Luke is, annak van egy extra kis hely hagyva, ahol be lehet ültetni a Luke minifigurát, ezzel szemben ugye a Scout Trooper-es verzióban ez nem található meg, úgyhogy igazából ennyi a különbség, sőt azt is láthatjátok rajta, hogy ilyen kis pöckökre kellett fölragasztani, vagy fölakasztani, de az összerakásiban volt egy extra alkatrész, ez a kis pecek, mutatom nektek, ez a kis pecek, szóval ezt kellett volna oda rakni, és akkor egy ilyen kicsit szögben állt volna, jobban be lett volna döntve a speederünk, de igazából nekem annyira nem tetszett, úgyhogy én csak simán ezekre az áttetsző pálcákra tettem rá, és szerintem így jobban néz ki, nekem legalábbis sokkal jobban tetszik. Nézzétek meg, hogy milyen vegetáció van körülötte, természetesen ebben a készletben is már megtalálható a vadonatúj növény alkatrészek, ezek nagyon jól mutatnak itt, van egy ösvényünk, ahol futnak végig a speederekkel, és két viszonylag nagy fát is fel kellett építeni, ami gondolom folytatódna tovább, hiszen itt a tetején olyan, mintha csak így el lenne csapva, ez lényegében tényleg csak így el lett csapva, szerintem ezek sokkal nagyobbak lennének a filmben is, hogyha láttátok, nagyobbak voltak, viszont ide itt nem akartak még extra elemeket belepakolni, úgyhogy itt csak simán levágták a tetejét, néhány lombozat is látható, amiben azért lehetett volna némi kis változatosság, hiszen minden oldalát gyakorlatilag pontosan úgy kellett összeépíteni. A dioráma készletek számomra mindig is sokat jelentettek, és ez egy kicsit megfizethető áru kategória a Star Wars-os termékcsaládba, pláne, hogyha 18 pluszos termékcsaládot nézzük, úgyhogy ezeknek mindig örülök, hogyha megjelennek ilyen kisebb verziók is, de attól függetlenül, hogy egy kisebb készletről van szó, a kidolgozottság itt is tetten érhető, gyönyörűen ki van dolgozva ez az egész jelenet, tök jó minifigurákat is kaptunk hozzá, és még a tetejére egyedi printelt alkatrészeink is vannak. Nos, srácok, hát ez volt a 75353-as dioráma készlet bemutatója. Ha tetszett, amit láttatok, akkor a lájkokat a videóról ne felejtsétek el. Ha esetleg még nem vagytok feliratkozva, akkor tudjátok, hogy mi a tendő. Én pedig még ezzel szeretném nagyon megköszönni a Lego Store Budapestnek, hogy elküldték nekem ezt a készletet. Mi pedig találkozunk a következő epizódban. Szevasztok!